Kisebb települések nagyobb biztonságban, lezárult a rendőrség bűnmegelőzési programja. Elismerés, eredmény, egyéni tanulási út. Az új európai szakképzési kreditrendszerrel ismerkedhettek meg Békés Csabán. Londonban Rióért Bohus Rihárd a jövő heti úszó EB-n harcolhatja ki az olimpiai szereplést. Jó estét kívánok, Önök a Hétfront TV híradóját látják. Kisebb települések nagyobb biztonságban, ezzel a címmel hirdetett programot 4 megye rendőrfőkapitánysága. 100 településen nyitottak bűnmegelőzési pontokat azért, hogy a falvakban élőket a bűncselekmények megelőzését szolgáló információkhoz juttassák. Rudolf rendőr Ecsekfalván is tájékoztat. Békés megyében az első között itt nyílt bűnmegelőzési pont márciusban. A helyiek szerint Ecsekfalván eddig nem voltak kirívó büntettek, és azt remélik, hogy ez így is marad. Nagyon örülök neki, hogy a bűnmegelőzési pont itt először Ecsekfalván kerülhetett átadásra. Nagyon szoros évek óta a rendőrsége és a polgárőrsége az együttműködése településünknek. Ezt úgy gondoljuk, hogy jelképesen ugye a rendőrség maketten való megjelenítése is csak ezt tovább hangsúlyozza a településünkön. Nem csak Ecsekfalván, hanem 24 másik békési kis település központjában is ott vannak a tájékoztató rendőrök. Az ötletgazda a Békés megyei rendőrfőkapitányság volt. Koordinálásukkal Bács-Kiskun, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében összesen 100 helyen informálják a lakosságot. A programot nagyrészt a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásából finanszírozták. Hazai mai viszonylatban egyre inkább elfogadják, hogy közös összefogással lehet tenni a bűncselekmények bekövetkezése ellen, lehet olyan eszközöket és módszereket alkalmazni, amelyek, ha nem is lehetetlenné, de megnehezítik az elkövetés tényét, illetve megkönnyítik később időszakban az elkövetők felderítését. A bűnmegelőzésről szóló szóróanyagok és rádiós spotok 4 megyében 78 ezer emberhez jutottak el. Igyekszünk aktualizálni, tehát ősszel-télen a tűzifa, trükkös tűzifa lopásokat megelőzni, nyáron a kerékpárlopások, a besurranások, tehát olyan hasznos információkat eljuttatni, ami a mindennapjainkban elengedhetetlenek, nélkülözhetetlenek, bizony lehet, hogy csak egy szóróanyag kell hozzá, és megelőzhetők. A rendőrség felmérést is végzett. A megkérdezettek 92%-át érték el a tájékoztatók, 78%-uk pedig hasznosnak ítélte a rendőrség tanácsait. Az év első három hónapjában 5-7%-kal nőtt a belföldi és a külföldi turizmus a tavaly ilyenkor mért adatokhoz képest. Derül ki a statisztikai hivatal felméréséből. A szakemberek szerint mindez annak is köszönhető, hogy a hazai turisztikai cégek folyamatosan fejlesztenek. 4 évvel ezelőtt határozta el Rapport István, hogy a gyulai Békesugárúton álló egykor Komlószálló néven ismert épületben ismét szállodát nyit. A Komló Hotel tulajdonosa azt mondta, elsősorban magyar, családos vevőkörre számítanak. A cég vezetője hozzátette, szorosan együttműködnek a várossal. Jelen esetben és most a városon belül is nagyon sok fejlesztés valósult már meg, és fog is, ami nyilvánvalóan az idegenforgalmat erősíti. Mi sem akarunk más lenni, nem akarunk egy olyan wellness szálloda lenni, aki gyakorlatilag az ide érkező vendéget csak az zárt kapunk körül fogja fogadni. Nekünk az a célunk, hogy erősítsük a gyulai várfürdő és a gyulai turizmust is. A hotel a hagyományos magyar gasztronómiára épülő konyhával, kávézóval és egy kisebb wellness részleggel várja a szálló vendégeket, várhatóan június 1-től. Ez pedig már a Békés Csabai Munkácsi Hotel. A szálloda éttermének vezetője elmondta, tavaly 90-95%-os kihasználtsággal üzemeltek, ezt az idei évben szeretnék túlszárnyalni. Meze István szerint erre jó esélyük van az előzetes foglalásokat tekintve. Nyáron fogjuk megnyitni a grillterasszunkat, ami egyenlőre, hát nem is azt mondom, hogy titok, de meglepetésnek szeretném szánni az étlapunkat. Akkor megújuló koktéllappal várnánk a nagy érdeműt, és mivel hogy a nyáron a foci EB és az olimpiai sportesemények fognak zajlani, éppen ezért egy sörkülönlegességgel, sörkorcsolyákkal és egy óriás kivetítővel várnánk, nem csak a férfiakat, a hölgyeket is.
A szakember arról is beszélt, hogy a vendégek többsége konferenciákra érkezik, vagy üzleti úton vesz részt, de a családosok is megszállnak a pihenőhelyen. A szállodák kihasználtsága országosan 3-4%-os növekedést mutat a tavalyihoz képest, mondta el híradónknak a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Niklay Ákos hozzátette, a hazai turisták elsősorban a fürdőkkel rendelkező településeket részesítik előnyben. Minden régióban tudatos attrakciófejlesztés folyik, tehát mind több is ok van arra, hogy a külföldiek és mi is elutazunk egy-egy városba, és ott néhány napot eltöltsünk. És ami nagyon jó dolog, és nyilván azért is van, mert talán most visszatérek egy kicsit a belföldi forgalomra, hogy talán ma már a lakosságnak kicsit több pénz van a zsebébe, és ott, ahol eddig 2 napra ment, most már elmegy oda 3 napra. A szakemberek idén is erőteljes növekedésre számítanak a magyar turizmusban. Békés Csabán is színes programokkal, fesztiválokkal várják a kikapcsolódni, pihenni vágyókat. Interaktív látogató központ, játékpark és futópálya. Csak néhány azok közül a fejlesztések közül, amelyek hamarosan megvalósulhatnak a Csaba Parkban. A Modern Városok programnak köszönhetően 3,5 milliárd forintot költhet a város a komplexum fejlesztésére. Csaba Park a létező legjobb beruházás, amit a város kivitelezhetett, megvalósított az elmúlt években szerintem. Ezt mondta Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter, amikor április végén egy határon túli delegációval a békési megyeszékhelyre látogatott. A csabai kolbász, ami világszerte ismert, itt a elkészítéstől kezdve megismerte a maga kultúra, ami ráépül, és meg is kóstolható. Tehát szerintem egy nagyon jó ez a látványközpont, egy nagyon jó beruházás. A Csaba Park hamarosan újabb funkciókkal gazdagodhat, ugyanis Orbán Viktor miniszterelnök a közelmúltban bejelentette, hogy a Modern Városok program keretében 3,5 milliárd forintot szán a kormány a komplexum fejlesztésére. Így a Csaba Park még több rendezvényt és szabadidős tevékenységet kínál majd a helyieknek és a Békés Csabára látogatóknak. Tovább bővítenék a kolbászkészítés bemutató helyszínt, sőt a tervek szerint a látogatók saját kolbászokat is elkészíthetik majd. A bővítés megálmodói azt szeretnék, ha a komplexum újabb fejlesztésében a sport is nagyobb hangsúlyt kapna. Gumiszőnyeges futópálya, folyosó futópálya, ami egy olyan 4-5 kilométert szeretnénk a erdőbe elhelyezni például, vagy a túloldalti résznél a úgynevezett turisztikai attrakcióknál, mászófaltól kezdve sok minden olyat meg lehet ebből valósítani, ami fontos a turizmus oda itt lakók számára is, plusz még magának a üzemnek a továbbfejlesztése, mert látszik, hogy jól működik a kis üzem, és ennek a vágó és a úgynevezett kiadó expedi előrészét is szeretnénk továbbfejleszteni. A fejlesztés része egy új látogatóközpont is, amelynek tematikája a Csaba gyöngye szőlőről szól majd. A körte sorra játszóparkot, műanyag sí, hófánk, kenopi és kötélpályát terveznek. Ezen kívül interaktív szórakoztató helyszínek is lesznek a Csaba Park területén, amelyet kis vonattal is meg lehet majd közelíteni. A jelenleginél rugalmasabb szakoktatás módszertani elemeiről tartott 2 napos konferenciát a Tempus közalapítvány a Békés Csabai Szakképző Centrumban. A szemináriumon résztvevő ágazati szakemberek megismerkedhettek az úgynevezett tanulási eredmény alapú értékelési és elismerési rendszerrel is. Ennek lényege, hogy a tanárok érdemjegyek helyett írásban értékelik a szakképzésben tanulókat. A hegesztés technikáját gyakorolják a Békés Csabai Szakképzési Centrum diákjai. A megszerzett szakmai ismereteket a tervek szerint egyre szélesebb körben tudják majd alkalmazni a nálunk is terjedő európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer segítségével. Ennek egyik eleme, hogy a tanárok érdemjegyek helyett írásban értékelik a szakképzésben tanulókat. Az elején le van írva, hogy mit értünk mi az egyesen, mit értünk az elégségesen, a közepesen, a jól és a jelesen. Tehát ez már egy még részletesebb értékelési kritériumrendszer. A szakemberek szerint az elkövetkező időszak egyik legfontosabb feladata, hogy az iskolák ki tudják szolgálni a munkahelyek igényeit. A tanulási eredmények használatának a célja alapvetően, hogy a képzési kínálatot összehangoljuk a munkaerőpiac igényeivel. Ez egy újfajta megközelítés, aminek a lényege alapvetően a képzések áttekinthetősége és az egyéni tanulási utakban az átjárhatóság biztosítása. A Tempus közalapítvány 2 napos műhely munkára hívta a tanárokat és a munkáltatókat, hogy megismertesse velük a rendszer előnyeit. A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke azt mondja, az új rendszer
rendszer az elhelyezkedésben is segíthet. Itt nem a tudásunkkal van baj, hanem az, hogy nem tudjuk magunkat eladni, a saját tudásunkat. Na, itt erre látunk itt a képzésben nagyon jó példákat és nagyon hasznos példákat. A műhely munkának otthont adó intézmény főigazgatója nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy a korábban csak Budapesten meghirdetett képzést a közalapítvány elhozta Békés Csabára. Azt mondta, a Békés Csabai Szakképzési Centrum meghatározó szerepet igyekszik betölteni a környező intézmények életében. Reményeik szerint ezt a célt is szolgálhatja a rendezvény. Több olyan konferenciát, műhelymunkát, szimpóziumot tartunk a BSZ életében egész évben, amelyel a minőségi munkára kívánjuk felhívni a figyelmet, és azt a tudást, amelyel esetleg mi rendelkezünk, vagy együttműködőink, ezt mi szívesen próbáljuk átadni a szakképzési centrumok, környező szakképzési centrumok, vagy egyéb fenntartóak tartozó intézmények számára. Természetesen ebbe is szeretnénk élen járni. A most Békés Csabán is bemutatott és Európa szerte elterjedt új értékelési módszer hazai alkalmazásától többek között azt várják, hogy a magyar szakembereket könnyebben elismerik majd az Unió más országaiban is. Agrárium 2016 címmel úgynevezett gazdaságszerkezeti összeírás tart június 1-től a Központi Statisztikai Hivatal, jelentette be a hivatal szegedi főosztályvezetője. Barakonyi Anita elmondta, a KSH munkatársai az agráriumban tevékenykedő gazdaságokat mérik fel. Céljuk, hogy nyomon kövessék a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokat szolgáltassanak a gazdálkodók és az Európai Unió részére. A szakember hozzátette, Békés megyében 76%-ban érintettek a települések, és 40 ezer címet fognak felkeresni az elkövetkezendő másfél hónapban. Kifejezetten két téma körül összpontosulnak a kérdések. Egyrészt a gazdák által használt földterület mértékére leszünk kíváncsiak, illetve ennek hasznosítási módjára, ezen túlmenően pedig a 2016. június 1-i eszmeidőpontra vonatkozóan az általuk istálózott állatállomány nagyságára. Békés megyét is elérte a selyemfényű puszpángmoly áradat. A buxusok kártevőjét hazánkban Sopron környékén figyelték meg először 2011 őszén. Azóta az egész országban elterjedt és óriási pusztítást végzett. Feltehetőleg Ázsiából került hazánkba a lepke, melynek hernyói a buxusok levelével táplálkoznak. Tehát ezeken a buxusokon látszik, hogy teljesen gyakorlatilag elszáradtak. 40 évnyi gondos munkát pár hónap leforgása alatt tették tönkre a puszpángmolyok ebben a Békés Csabai kertben. A moly zöld színű lárvái általában a levelek hátoldalán rejtőzködnek. A kárt a hernyók a rágásukkal okozzák. A fiatalabbak csak hámozgatják a leveleket, ám a fejlettebb, nagyobb méretű példányok már gyorsan eltüntetik a teljes levéllemezt. 2015 tavaszán jelentek meg először, és fél év alatt tönkretették az egész ültetvény gyakorlatilag. 60-70%-os tarrágást csináltak. Ha a puszpángmolyokat találunk, minél előbb el kell távolítani, és meg kell semmisíteni a fertőzött hajtásokat, figyelmeztet a szakember. Házi kertben ez a védekezési mód általában elegendő. Súlyos fertőzésnél különféle rovarölőszerek használata ajánlott, melyek elsősorban a fiatal lárvák ellen hatásosak. A védekezés lényege, hogy időben észleljük, kis méretű, tehát fejletlen lárvák formájában telelát, tehát L1-es lárvák formájában telelát, és ezért télen, tél végén, illetve koratavasszal szükséges a már károsított növényrészeknek az eltávolítása, akár némi egészséges részekkel együtt. Ezzel az ott lévő hernyókat, azokat el fogjuk onnan tüntetni, és ez érdemes ezt úgy csinálni, akkor igazán hatékony, hogyha a kémiai védekezéssel együtt végezzük ezt. Később folyamatosan figyelni kell a bokrokon jelenlétüket, mert őszig a károsításukkal számolni kell. Európában néhány évvel ezelőtt Németországban találták meg a kártevőt, amit feltehetőleg gyökeres buxus tövekkel hurcoltak be. Azóta számos környező országban telepedett már meg, és pusztított a selyemfényű puszpángmoly. Elkészült a Békés Csabai vasútállomás leginkább várt fejlesztése, megkapta ugyanis a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT a liftekre szóló használatba vételi engedélyt. A felvonót, amelyet hétfőn üzemeltek be, 3 hónapig próbaüzemben a kivitelező üzemeltetésében lehet használni, a későbbiekben pedig a Nyírlift Kft. Működteti majd. A vasútfejlesztés teljes körű átadása a tervek szerint június elején lesz.
Bohos Tihád, a Békés Csabai Előre úszóklub 23 éves versenyzője már a győri országos bajnokságon is közel volt az olimpiai részvételt jelentő időeredményhez 100 méteres gyorsúszásban. Akkor nem sikerült elérni a szintet, a londoni Európa bajnokságon azonban újabb esélye lesz a kvóta megszerzésére. Forma élesítése és a frissítés van a középpontban Bohos Tihád edzésein. Csabai versenyző 4 évvel ezelőtt Londonban még hátúszásban szerepelt, azóta azonban sok minden történt az Egyesült Államokban tanuló fiatalemberrel. Egy súlyos válsérülés után a 2014-es szezon teljesen kihagyta, majd tavaly ősszel egy baleset után a csuklóját is meg kellett műteni. Januártól azonban gőzerővel arra készül, hogy ott legyen az olimpián 100 méteres gyorsúszásban. Saját megítélése szerint az országos bajnokságon sem ment rosszul az úszás, Győrben azonban 3/10-del elmaradt az olimpiai szinttől. Szerintem nagyon gyönyörűen sikerült ott szereznem. Igazából 6-szor úsztam meg a legjobb időmet, amit tavaly ugye csak egyszer tudtam, szóval most már csak a sebességre kell fókuszálni, és azt kell majd az Európa-bajnokságra összeszedni. Az élsportoló munkáját edzője Szarvas János segíti. A szakember elmondta, versenyzője megfelelő állapotban van, az utolsó napokban már csak apró finomítások vannak hátra. Ugye mivel ő abszolút sprinternek számít, itt minden apró kis részlet kidolgozása nagyon fontos. Itt már a rajtokat gyakorolunk rengeteget, olyan technikai feladatokkal, ami kihangsúlyozza a robbanékonyságot, a rajt utáni megindulásnak a feladatait próbáljuk gyakorolni. Bohos Tihád célja, hogy az egyéni szám mellett a 400-as gyorsváltóval, legjobb esetben pedig a 400-as vegyes csapattal is szerepelje majd az ötkarikás játékokon. A kvalifikáció szempontjából meghatározó londoni Európa-bajnokság úszószámait május 16-a és 22-e között rendezik. Ez volt már a Híradóm, hamarosan következik aktuális című műsorunk. Lezárult a rendőrség 4 megyére kiterjedő bűnmegelőzési programja. Az akció részleteiről, eredményeiről Telekné Furák Mónika rendőr alezredessel fogunk beszélgetni. Tehát hamarosan folytatjuk, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!